Sziasztok! Ismét jelentkezünk a Palettával, a Kecskeméti Televízió programajánló műsorával. Ezúttal is számos eseményre várunk titeket. Tartsatok velünk! Ezek a hetek mások, mint a többi. A város főtere újra a Kecskeméti Téli Fesztivál és Karácsonyi Vásár helyszíne lesz. Az ünnepvárás és köszöntés meghittségét, hangulatát varázslatos fényekkel, adventi dallamokkal, színes programokkal, karácsonyhoz kötődő játékokkal, rituálékkal, szokások és hagyományok felelevenítésével és más egyéb műsorokkal gazdagítják majd. A hagyományokhoz híven advent első vasárnapját megelőző szombaton rendezik a gyertyagyújtást a város adventi koszorújánál. Minden évben óriási szenzáció, amikor decemberben az igazi Finn Mikulás Magyarországra jön. Jolopuki idén Kecskemétre is ellátogat, december 4-én délután 3 órától a főtéren várja a gyerekeket és a szülőket. A Kecskeméti Rózsahölgyek Társasága a jótékonysági tea délutánra invitál. A Harmónia a természetben és a sportban című program kiemelt vendégei, Monspart Sarolta a tájfutó világbajnok és Plósz Béla a természetfotós. A megjelenteket finom rózsateával és saját készítésű teasüteménnyel várják. Bruncsák András kecskeméti festőművész adománya révén festményekre is lehet majd licitálni. A program szombaton 14 órától lesz a Katona József könyvtárban. A jótékonysági tea délután bevételét hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére fordítják. A Kecskeméti Spartacus sportkör és közösségi tér november 30-án rendezi soron következő éjszakai forgatagát. A megszokotthoz hasonlóan a szervezők érdekes, interaktív programokkal, versenyekkel várják az érdeklődőket. 17 órától már nyitja kapuit az esemény, ekkortól érkezhetnek nevezni és melegíteni mindazon asztali teniszezők, akik nem a profi kategóriában szeretnének versenyezni. Ezen kategóriák mérkőzései 17 óra 30 perckor kezdődnek. 19 órától kulturális, sportos, ismeretterjesztő prevenciós előadások lesznek. 20 órától kezdődik a profi asztali tenisz, illetve a darts, a csocsó és a Kinect bajnokság, melyre természetesen ezúttal is kortól és nemtől függetlenül mindenkit szeretettel várnak a rendezők. Advent idejére jelent meg egy különleges mesekönyv a Kecskeméti Televízió gondozásában. Pásztor Andrea a Platánfa álma című meseregényének hivatalos bemutatóját december 4-én kedden 5:30-tól rendezik meg a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár gyerekvilág részén. Vajon vannak-e a fáknak érzéseik? Boldogok-e, ha virágoznak? Álmodnak-e télen, amikor megkapaszkodva várják a tavaszt? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk a szívhez szóló történetből, amely elmeséli, hogyan lett egy pici lány egy öreg platán egyetlen egy leges legjobb örök barátja. A Platánfa álma című mesekönyv bemutatóján a szerző és a kiadó mellett jelen lesz Nagybán Kitti grafikus művész, a könyv illusztrátora is. A bemutatóra szeretettel várnak minden érteklődőt. Klárának csupán egy kulcsra van szüksége. Egy kulcsra, aminek nincsen párja, mert ez nyitja a dobozt, ami felbecsülhetetlen ajándékot rejt néhai édesanyjától. A keresztapja éves ünnepi báján a kislány egy aranyfonálhoz jut, ami elvezeti őt az áhított kulcshoz, aminek rögvest nyoma is vész egy különös, rejtelmes párhuzamos világban. Oda át Klárá találkozik egy Filip nevű katonával, egy sereg egérrel és három birodalom kormányzóival. Klárának és Filipnek az ominózus negyedik birodalom területére kell merészkedniük, amit egy zsarnok irányít, hogy visszaszerezzék a kulcsot és visszaállítsák a harmóniát e bizonytalan világban. Hoffman klasszikus történetéből a Csokoládé és az Egy kutya négy élete Oscar díjra jelölt rendezője készített filmet a Disney legjobb hagyományaival. A film megtekinthető az Otthon moziban pénteken 18 órakor és szombaton 16 órakor. Ezen a hétvégén is több sporteseményre várnak titeket a Messzi István sportcsarnokban, de esetleg futni szeretnétek, a Benkó Zoltán szabadidőközpontban rendezik az év utolsó dombfutását. Az őszi szezon utolsó hazai mérkőzésére készül a KTL Piroska Szörf férfi kézilabda csapata. A Kecskeméti klub számára nem indult jól az idény. 3 vereséggel kezdtek, majd sikerült felzárkózniuk az élmezőnyhöz. Jelenleg 9 mérkőzést követően 4 győzelme, egy döntetlen és 4 veresége van a csapatnak, 9 ponttal az 5. helyen állnak.
Soron következő ellenfelünk a 3 győzelemmel, 3 döntetlennel és 3 vereséggel szintén 9 pontos Balmazújvárosi KK lesz. Az NB1B keleti csoportjának 10. fordulós mérkőzése pénteken 19 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. Az egészséges életmód népszerűsítése és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében a Justícia Egyesület idén is megrendezi az év utolsó futását, a Hógolyó Dombfutást. Több távon is megmérettethetik magukat a kicsik és a nagyok. 6 éves korig 300 méteres, a 7 és 12 év közötti gyerekeket pedig 830 méteres futásra várják. Az idősebbek 3,5 kilométer, 7 és 10,6 kilométeres távra nevezhetnek. A gyermekfutás ingyenes, a többi távon nevezési díj ellenében indulhatnak. A start 14 óra 30 perckor lesz. Múlt héten Jászberénybe látogatott a Röpkese, ahol nagyot küzdöttek ugyan, de végül vereséggel végződött az összecsapás, így visszaestek a tabella 7. helyére. A Kecskeméti klub 7 meccset játszott eddig a bajnokságban, ebből 3-at megnyert. A női röplabda MB2 keleti csoport 8. fordulójában a sereghajtó Miskolci VSC-t fogadja a HÍP Röpkese. Ellenfelünk eddig 7 vereséggel, győzelem nélkül az utolsó 10. helyen áll. A találkozó vasárnap 17 órakor lesz a 2. Rákóczi Ferenc általános iskola tornacsarnokában. Egy órával a női röplabda mérkőzés kezdetét követően férfi röplabdásaink is pályára lépnek. Izgalmas összecsapásnak ígérkezik a vasárnap esti férfi röplabda NB1B jelű csoportjának rangadója, hiszen az új idényre jelentősen megerősödött debreceni együttes érkezik a Messzi István sportcsarnokba. A hajdúsági csapattal minden gárdának meggyűlik a baja, hiszen a mezőnyből kiemelkedő Kecskeméttől és Kaposvártól is tudtak korábban szettet rabolni, és a két favorit mögött a 3. helyen állomásoznak a 6-os csoportban. Az alapszakasz 9. fordulójának mérkőzése 18 órakor kezdődik. A Szkorgol Kecskeméti Futsal Klub legutóbbi mérkőzésén 5-4-es vereséget szenvedett hazai pályán. 12 fordulót követően 7 győzelemmel, 2 döntetlennel és 3 vereséggel az MB2 keleti csoport tabellájának 3. helyén áll. Hétfőn ismét itthon játszik a Kecskemét, ellenfele a tabella 6. helyén álló Kazincbarcikai Ördögökese lesz. A 13. fordulós mérkőzés 20 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. Ennyi volt már a paletta, remélem, hogy találtatok magatoknak kedvező programot. Találkozunk jövő héten is, sziasztok!